Új programsorozattal és egy összművészeti programsorozattal indul el a Kertész Imre. Havonta jelentkezik ez a művészettörténeti programsorozat. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Bellák Gábort, művészettörténész, igazságügyi festményszakértő és a Magyar Nemzeti Galériának a főmuzeológusát, és Szabó Tamást, a Kertész Imre Intézetnek a programigazgatóját. Jó reggelt kívánok! Azért mondtam, hogy összművészeti programsorozatról beszélünk, hiszen az irodalom és a képzőművészet találkozik, és ez mindenféleképpen már összművészet. Hogyan is képzelje el a nagy érdemű ezt a fajta programsorozatot? Tulajdonképpen ez egy olyan ingyenes művészettörténeti előadássorozat, ahol egy magyar, neves magyar képzőművész és a Kertész Imre Intézet által képviselt valamelyik szerző kapcsolata kerül fókuszba. Ennek apropóján egy előadás kerül a Kertész Imre Intézet székházába, amit Bellák Gábor állított össze. Ez egy nagyon sajátos megközelítés, egyébként nagyon érdekes. Ugyanúgy vannak benne művészettörténeti érdekességek, mint irodalomtörténeti érdekességek, de kultúrtörténeti és történelmi érdekességek is vannak benne. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon egyedi és különleges programsorozat. Februárban indult, és holnap lesz a következő alkalom. És már csak azért is különleges, mert ugye az egy-egy képzőművésznek, ez legyen akár mondjuk egy festő, az alkotását, amit ön kiválaszt, az ott tulajdonképpen bemutatásra is kerül, és meg is lehet nézni. Igen, ez nagyon érdekes. Tényleg nem szoktam úgy előadást tartani, hogy egy nagyméretű műtárgy eredetiben ott van mellettem, leszámítva a múzeumi előadásokat, és annak a műtárgynak a kapcsán bontom ki az adott témával kapcsolatos legizgalmasabb dolgokat, problémákat. Mindezek mellett persze vetítek is. Holnap a Szocreál lesz terítéken, alcímeként a Zsarnokság művészete, és itt tényleg a 20. század, mondjuk úgy, hogy közepének egy-két nagyon izgalmas problémájáról lesz szó. A nagy diktatúrák művészeti élete, a sztálini Szovjetunió, hitleri Németország, és persze Magyarországon az 1900, mondjuk úgy, hogy 50 utáni néhány év művészeti élete, művészeti élet szervezete, és egy-két nagyon markáns műalkotás kerül a középpontba. Holnap Bán Bélának a 1950-ben festett nagyméretű képe, a Kónyi Elvtárs, a Ganz gyár Stahanovistája című festménye lesz a középpontban. Nagyon sok mindent lehet erről a képről beszélni, és a kép kapcsán az egész korszak művészetéről is. Igen, ugye nagyon fontos, hogy amikor egy művészeti ágról beszélünk, akkor rögtön ki kell tekintenünk, mert csak a történelem miatt is a többi művészeti ágra, és valahol a képzőművészet és az irodalom mindig is összekapcsolódott, de be lehetne hozni egyébként ide a zenét is akár, csak ez most nyilván nem aktuális. Miért fontos egyébként az irodalom és a képzőművészet kapcsolata? Tovább megyek, miért fontos, hogy erről beszéljünk, és egy előadás sorozatban ezt be is mutassuk? Kertész Imre Intézet számára mindig is fontos volt, hogy más művészeti ágakkal összekapcsolja az irodalmat és az irodalom történetet, és hogy ezeken a művészeti ágakon keresztül is igyekezzen az általunk képviselt szerzőket bemutatni. Ezt azért is tartjuk fontosnak, mert teljesen új közegeket lehet így elérni egyrészt, másrésztről meg megmutatja azt a valóban létező kapcsolódást, szellemi kapcsolódást, ami a művészeti ágak között van, hiszen egy bizonyos korszakban a zene, a képzőművészet, az irodalom tulajdonképpen ugyanabból a szellemi közegből és ugyanazokból az ikletettségekből fakadnak, és egyértelmű stiláris és egyéb szellemi kapcsolódásokat lehet köztük vonni. A Kertész Imre Intézet számára ezeknek a kapcsolódásoknak a felderítése mindig is nagyon fontos volt. Több versmegzenésítési pályázatunk volt, volt képzőművészeti pályázatunk is, ami egy óriási kiállításban kulminálódott, úgyhogy ez egy következő etapja ennek a törekvésünknek, és lesz még ilyen a jövőben is. Mennyire jellemző az, hogy egy-egy festmény úgy Isten igazából bemutatja azt az adott korszakot? Gondolok itt is, kérdezem ezt azért, mert ugye persze természetesen, hogyha mondjuk akár egy impresszionista festőre gondolok, akkor tudjuk azt, hogy annak az impresszionizmusnak kvázi a stílus jegyeit megtalálhatjuk a képeken, de nem mindig jellemző ez, és például, hogy most holnapi előadásra gondolok, itt mennyire fogja elárulni a korszaknak a jellegzetességeit ez az alkotás? Hát talán a laikus számára is egyből nyilvánvaló lesz ennek a képnek a kora és az üzenete, ugyanis a
egy szobabelsőt látunk, és a falon egy Sztálin portré lóg. És ez egy családi lakásnak a belseje, tehát nem egy pártiroda, és ott függ a magánember lakásában Sztálin portréja, és Konyevtárs tulajdonképpen egy ilyen kis mini szemináriumot tart a kicsi gyerekének, feleségének, rokonoknak és családtagjainak. Tehát Sztálin képe, a magyarázó, az oktató, a tanító attitűd, amit a képen látunk, az nagyon egyértelműen, hogy mondjam, csak meghatározza ennek a képnek a korát, jelentését, még azok számára is, akiknek esetleg erről túlságosan sok fogalmuk nincsen. Kiknek szól egyébként a programsorozat, kit szeretnének megcélozni? Én úgy gondolom, hogy mindenkit, aki érdeklődik a képzőművészet és az irodalom iránt, ezt a holnapi előadást pedig azok számára ajánlom én különösen, akiknek mondjuk nincs feltétlenül személyes élményük a szociállal például, tehát én nagyon ajánlanám a fiataloknak, hiszen ma már ez egy kicsit talán, hogy mondjam, komikusnak is hathat ez a kép, egy ilyen eltúlzott szocialista realizmus jelenik meg rajta, ami, hogyha a szellemi hátterét nézzük, a kritikai realizmusnak akart a következő stációja lenni, tehát, hogy már nem csak kritikusan nézzük a társadalom működését, hanem egy pozitív, optimista, hogy mondjam, hangulatot szeretnénk felfesteni és üzenetet, és ez ma már sokkal komikusabbnak hat, mint akkor, és ezt az ellenpontozás szerintem a fiataloknak nagyon érdemes lenne megnézni, és belelátni abba, hogy azt akkor komolyan gondolták, akármennyire is viccesen hat ez ma. Nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy itt voltak velem, és sok sikert a holnapi előadáshoz. Köszönjük. Köszönjük szépen.